kollektív megalapításakor én történetesen indológiát tanultam az ELTE-n, és mind a ketten ekkortájt kezdtünk el érdeklődni az indiai kultúra, az indiai klasszikus zene és a klasszikus indiai zene pedagógia iránt. Aki először hallja a Gurusisya Parampara kifejezést, az biztos, hogy megjegyzi, és azt is, hogy mit jelent. Azt jelenti, hogy a tanár és a diákja közötti kötelék. De nyilván más dolog valamit megtanulni és megérteni, hogy mit jelent. Úgyhogy 16 éve azon vagyunk, hogy megértsük, hogy mit kell szolgálni egy pedagógusnak, és hogyan kell hatnia a diákjaira. Mi egy zeneműhely vagyunk. Értelemszerűen ilyen szempontból fontos számunkra a zene, illetve a zenei alkotás, a zenei közösségteremtés. És így tovább, de nem ezt érezzük a legfontosabbnak, hanem azt, hogy a gyerekek, illetve felnőttek, akikkel foglalkozunk, a lehető legjobban érezzék magukat. Kollektív pedagógiának az a lényege, hogy nem a tárgy, hanem az alany felől közelít. Teljes rendszerben gondolkodunk, egy teljes rendszert szeretnénk felépíteni és közvetíteni, aminek a pedagógia egy dimenziója, egy aspektusa. Nem a tárgy, hanem az alany. Ez egy nagyon fontos üzenet. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy mi a zene oktatási folyamat során nem a zenét tartjuk a legfontosabbnak, hanem az embert, akivel foglalkozunk. Alapvetően azt mondhatjuk, hogy a zene oktatási folyamatok fordítva gondolkodnak, azt mondják, hogy a zene a legfontosabb, és egy eszköz ehhez az ember, a fiatal, a gyermek. Mi pont fordítva gondolkodunk, mi azt mondjuk, hogy a zene az kevésbé lényeges, és sokkal fontosabb az ember, a gyermek, a fiatal, aki játssza az adott zenét. Nem egy zenei közösség lebeg a szemünk előtt, hanem egy életközösség, ahol a zenét egy eszköznek tekintjük, egy amúgy nagyon hatékony eszköznek tekintjük, amelyen keresztül tanulhatunk valamit egymásról, a világról, és végső soron önmagunkról, arról, hogy milyen embernek lenni. A zene társas tevékenység. Ez egy látszólagos evidencia, ezt ismertük fel legkorábban, innen származik a nevünk, és ezt a látszólagos evidenciát alapvetően minden zeneoktatási rendszer elfogadja. Mégis, hogyha magunk elé képzelünk egy szokványos zenepedagógiai szituációt, akkor olyanokat látunk, hogy a diák utánozza a tanárját, vagy szorgosan ismétli a kiadott feladatot, amíg elér egy bizonyos meghatározott szintet, vagy a bíráló bizottság előtt odaül a zongorához, és totál stresszben belekezd a vizsgadarabba. Ezek mind természetellenes helyzetek, mert ellentétesek a zene természetével. Az egyén, illetve a páros órák alapvetően úgy nyernek értelmet, egyrészt ott is megvan ez a dialogikus jellege a zenélésnek, ami alapvető a zenei akciók során, másrészt pedig felkészítenek ezek az egyéni órák egy próbára, ami egy olyan motivációs boostot, nyomást ad a gyerekeknek, általában ez egy nagyon pozitív nyomás, ami azt eredményezi, hogy nagyobb kedvel, nagyobb elkesedéssel, őszintébben tudnak hozzáállni a zenéléshez, mert van egy izgalmi faktor, hogy össze fogunk jönni hamarosan, többen, és el fogunk játszani egy dalt, el fogunk játszani egy képet, egy elképzelést, egy zenei elképzelést, és ez a próba pedig tovább megy egy koncert irányába. A zene nem csak attól társas tevékenység, hogy másokkal együtt állunk egy színpadon, ennél többféleképpen tud összekötni bennünket. Ezért a diskurzív oktatás helyett, ami a utánzásra, ismétlésre, mintakövetésre épül, mindig a dialogikus oktatást helyezzük előtérbe, vagyis minden pedagógiai szituációban és minden szinten a közös zene teremtést állítjuk előtérbe. A dialogikus jelleg az rendkívül lényeges a zenélés, zenetanítás során, nagyon sokan megfeledkeznek róla, pedig innen fakad a zene. Tehát a zene az egy társas tevékenység, ami az ősidőkből fakad, ugyanúgy, mint a beszéd, illetve a nyelv.
ugye a beszéd mögött egy nyelvi rendszer áll. A zene is egy jelrendszer, akárcsak a nyelv, és nagyjából egyidős a zene, illetve a beszéd. Valószínűleg ugyanaz a hangadás hozta létre mind a beszédet, mind pedig a zenét, amit az ősember annó elindított, és az is egy kommunikációs aktusból származik. Nem csak a beszéd, hanem a zene is kommunikációs aktusból származik, tehát ilyen szempontból az egyéni szintű zenélésnek úgymond nincs értelme, mert az ember nem egyedül kezdett el zenélni, hanem valamit ki akart fejezni, egy érzelmi szintű jelenséget át akart adni a közösség számára. Tehát egy közösségi érzés szülte meg a zenét, meg a nyelvet is természetesen, de ilyen tekintetben az egyedül való zenélésnek kb. Annyi értelme van, mint az egyedül való beszélgetésnek. Meg lehet csinálni, de úgymond nem hallja senki, süket fülekre lel. Zenének valahonnan, valamiből táplálkoznia kell. Tehát más dimenzióit is meg kell tapasztalnia a gyerekeknek, a fiataloknak, az életnek, az életből ahhoz, hogy a zenéjük tartalommal tudjon megtelni. Hogyha elveszünk a skálák útvesztőiben, elveszünk az akkordok útvesztőiben, belemegyünk a zeneelméleti susnyásba, akkor kiüresedik a zene. Akkor nagyon sokat fogunk tudni a zene anatómiájáról, de nem lesz meg az az érzés, az a tartalom, az a mondani való, az az ösztönkipárolgás, az az izgalom, ami az életnek más szegmenseiből kell, hogy jöjjön, és hogy tüzelje a zenét, amit játszunk, amit írunk. Tehát egy teljes élet átölelést kell közvetítenünk a gyerekeknek, a zenén túl is teljesedjenek ki azok a gyerekek, fiatalok, akikkel foglalkozunk, tehát találják meg azt a, fogalmazzuk azt, hogy polgári foglalkozást, vagy polgári életcélt is, ami a zene mellett még meg tud jelenni, szintén egy hasonló alkotói minőségben az életükben, mint ahogyan a zenét is közvetítjük. Nincsen kőbevésett tantervünk. Ez azért nagyon fontos, mert így mindenkinek olyan tantervet tudunk létrehozni, ami csak neki szól, csak hozzászól, csak belőle indul ki, az ő preferenciáit követi, az ő erősségeire támaszkodik, és abból a pontból indul el, ahol ő van, és abba az irányba halad, amerre ő szeretne menni. Minden zenepedagógiai rendszer a tanításra koncentrál, mintha ez egy magától értetődő dolog lenne, és tényleg annak hangzik. Lehetünk mi bármennyire alternatívak, az, hogy egy zenesulinak tanítania kell, az ugye teljesen evidens. De mégis én néha megpróbálok megfeledkezni arról, hogy a tanítás felől közelítsek, és észre szoktam venni, hogy néha nem tanítás, az egy ugyanolyan releváns pedagógiai stratégia lehet. Arra gondolok például, hogy észreveszem, hogy egy gyerek nem egy fehér lap a közhiedelemmel ellentétben, amit meg kell tölteni tudással, hanem minden gyerek egy teleírt lap. Lehet, hogy az, aki a Kottát nagyon jól olvassa, ezt az írást kevésbé tudja jól elolvasni. Ha ezt felismerjük, akkor rögtön kevésbé érezzük fontosnak új információk súlykolását a gyermekbe, és arra a tudásra koncentrálunk, ami mindig is benne volt, legfeljebb eddig nem ismerte fel, nem fedezte fel és nem használta ki. Ez iszonyatosan fontos, mert alapvetően mi úgy érezzük, hogy mindenki egy egyszer és megismételhetetlen egyéniség, és ebből kifolyólag egyéni út vezet számára a zenélés a zene felé. Ezt kell nekünk megtalálni, ebben kell nekünk őt segíteni, hogy megtalálja. Ez az a gondolkodás, ez az a hozzáállás, ami lehetővé teszi nekünk azt, hogy olyan esetekben is jó kísérői tudjunk lenni a fiataloknak, gyerekeknek, ami adott esetben úgymond nem fér bele a keretbe, amire egy klasszikusabb zeneoktatási intézmény azt mondaná, hogy ezt a szituációt nem tudjuk megoldani. Mi ezekben az esetekben is a lehetőséget látjuk, és azokat az erősségeket pillantjuk meg, amik tényleg elvezetnek mindenkit a zenéléshez, hiszen mi alapvetően nagyon hiszünk abban a Kodály premisszában, hogy a zene mindenki. A
Az egyik legszebb és legizgalmasabb egyéni út szerintem a kollektív történetében az a Petra esete. Nála nagyon sokat jelentett az, hogy nagyon szereti a zenét, iszonyatosan jó ritmusérzéke van, nagyon jó zenei hallása van, nagyon jó dallam kihallása van, és elképesztő motivációval, illetve küzdeni akarással van megáldva. Én sok szempontból determinista álláspontot képviselek, de afelől semmi kétségem, hogy az embert nem megalkotják, illetve hogy az embert nem a környezete, nem a világ teszi olyanná, amilyen, hanem az ember saját magát alkotja meg, és az az ember, aki meg tudja alkotni saját magát, az arra is képes, hogy megalkossa, létrehozza a saját világát.